Sziasztok! Máté vagyok, ez a Mobilis Diáklabor. Most egy olyan kísérletet mutatok nektek, amit ti magatok is elvégezhettek, de ennél a kísérletnél is kérünk titeket, ennél különösen fontos, hogy csak is kizárólag felnőtt felügyelete mellett tegyétek, hiszen itt azért ö, nyílt láng is lesz, tehát viszonylag veszélyes kísérletről lesz szó, de annál érdekesebb. Ö, egy szénkígyót fogunk növeszteni, otthon megtalálható ö, teljesen Ö, tehát nem mérgező anyagokkal. Nézzük meg, hogy mikre lesz szükségünk ö, ehhez a kísérlethez. Először is maga a szénkígyó, az ugye a cukor karamellizálásával fog elkészülni, tehát szükségünk lesz porcukorra. Ezen kívül ugye az, ami majd megnöveli nekünk a kígyónak a méretét, ö, ez ugye, amit a, ami a sütik méretét is ugye megnöveli, ugyanazt az anyagot fogjuk használni, szódabikarbonát, készfertőtlenítő oldalt tal fogjuk meglocsolni egy picit, ugye, hogy növekedjenek. Ugye ezt fogjuk meg meggyújtani. És ahhoz, hogy ugye ezt elkészítsük, akár többet is elleténk kis kígyó tojásokat, bár ugye. Nem muszáj előre megcsinálni, ez frissen is lehet, de ha szeretnénk később is, akkor egy ilyen kis kígyó tojásokat lehet elkészíteni a vagy vagy kupakban. Egy nagyobb tál nagyon fontos, hogy tűzálló legyen, tehát vagy kerámia, vagy üveg, vagy esetleg egy vas tál, ez most éppen egy vas tál. Erre kell homok. Illetve egy kis kanál, amivel adagoljuk ezeket az anyagokat. Nézzük meg, hogy akkor hogyan készül ö, maga a keverék. A porcukorból nyolc kanállal, ö, hát lehet többet, inkább kilenc kanállal ö, mérjünk ki. Ö, egy kan, egy ö, pohárba, majd keverjünk el egy. Ugyanakkor a kanál. Ö, szódabikarbonát, mint amennyi, mekkorával kimértük a cukrot. És így gyakorlatilag ugye 9 az 1 arányban keverjük össze a cukrot és a szódabikarbonát. Ki lehet egyébként kísérletezni más arányokat is, tehát 9 porcukor és 2 kanál szódabikarbóna, vagy esetleg 8 kanál porcukor és 1 kanál szódabikarbóna. Tehát itt azért több arányt is ki lehet próbálni. Na most, mindezek után nézzük meg, hogyha elkészült ez a keverék, akkor hogyan is fogjuk használni. Ezt a PET alufóliával kibéleljük, és beletöltjük ezt a keveréket. Hogyha nehéz lenne beletölteni, akkor összekeverjük egy kevés készfertőtlenítő oldattal, és ezt a kis pépet, amit készült, kanállal bele tudjuk tölteni ebbe a formába. Ezt, hogyha félre rakjuk, kiszárad, akkor ez később is működik. Az így elkészült ö, kis kigyótojásunkat, tehát így ez így összeáll egy ilyen pasztilla formába, rakjuk majd a, egy homok ágyra. Én már elkészítettem ezt a ö, kis kígyó tojást, úgyhogy most ezt, ezt, fogom használni. Egy kevés homokot töltünk a tálcára, és nagyon fontos, hogy még a homokra öntünk egy kevés készfertőtlenítőt. Ugye a készfertőtlenítőt azért lehet használni, mert magas az alkohol tartalma, ugye ez fertőtleníti, a, ez az, ami fertőtlenít. Na most, de nekünk most arra kell, hogy nagyon jó ég. Tehát nagy a égés hője. És ebbe az alkoholos homogra rárakjuk ezt a kígyó tojást, és ismét meglocsoljuk készfertőtlenítővel. Majd, most következik ugye a veszélyesebb rész, mindenképpen egy felnőttet kérjünk meg, hogy gyújtsa meg ezt az alkoholos elegyet, és nézzük meg, mi történik. Gyakorlatilag most egy nagyon magas hőmérsékletnek tesszük ki a szódabikarbónát és a cukrot. A cukrot, hogyha megmelegítjük, akkor karamellizálódik. Hogyha pedig a szódabikarbónát hevítjük, akkor belőle, víz és széndiokszid fog távozni. Ha azt a karamelt, ami a cukorból képződik, még tovább melegítjük, akkor gyakorlatilag szénné szén keletkezik, és ezt a szén, vékony szénréteget a keletkező gázok, tehát a széndiokszid és a víz felfújják. Így egy ilyen szivacsos réteget kapunk, és ahogy egyre több szénréteg keletkezik, úgy gyakorlatilag ilyen kis kukacok formájában növekszik. Most egyelőre ennek a kis tojásnak a kerületén lehet látni, hogy egyre nagyobbak, Ugye, kellett a megfelelő hőmérséklet neki, azért is van szükségünk az alkoholra. Na most nézzük meg, hogy bizony elkezdtek növekedni ezekből a kis szénkukacok. Ha esetleg előbb abban maradna az égés, akkor lehet meg is uh, ismételni, hogy ismét meglocsoljuk egy kevés alkohol, és itt ismét meggyújtjuk. De ez most szépen látszik, itt a, ezen az oldalon, amit most a kamerához fordítottam, hogy ott már elkezdett növekedni ez a szén kukac. Azt is megfigyelhetjük, hogy amikor uh, már ilyen jó hosszúra megnőttek, és kihűlt, akkor természetesen uh, meg lehet vizsgálni a képződő ilyen szín kukacoknak a szerkezetét. Ilyen nagyon kis, könnyű, finom ö, szerkezete van. Most ö, indult el nagyon a növekedés. És gyakorlatilag attól függően, hogy milyen összetétellel készítettük el ezt a keveréket, különböző nagyságú kukacok, képződnek, illetve még az alkohol mennyiségétől is függ. Jó, tehát gyakorlatilag így különböző formájú szénkukacok képződnek. Tehát ugye a szódabikarbóna, ugye nátriumhidrogén karbonát az ő kémiai neve, és ebből ugye hevítés hatására szabadulnak fel a gázok. Ugyanezt történik egyébként a sütiknél is, tehát ott is vízgőzés és széndiokszid fújja föl. Nézd most már közben szépen látszik, azokon a részeken, ahol véget ért a reakció, csak hogy megmutassam, elrontottam ezt a kígyót, vagy levágtam így egy picit a kis részét, de szétszedem, hogy lássuk, hogy valóban ez ilyen nagyon könnyű szerkezete van, ilyen kis finom, laza. És közben egyébként segítettünk is a következő adag elkészülésének, tehát ezt lehet is látni, hogy a közbe közben így elkezdett nőni egy másik szénkígyó is. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, sziasztok!